Tiszteltel és szeretettel köszöntök mindenkit Mátra terenyén. Ahogy szoktuk, énekeljük el a tiszta univerzum mantráját, Om Nám közösen hétszer. Om <Szorítás> Szépen indíthatnánk egy olyan előadássorozatot, hogy az univerzum gyermekei, és eléggé kicsi lenne az óvoda. Ugyanis sajnos jelenlegi tudásunk szerint, jelenlegi megfigyeléseink szerint nincs más hozzánk hasonló, önmagára reflektáló faj az univerzumban. Írunk róla, regényeket csinálunk, filmeket, gondolkodhatunk róla, de aki kimondta azt a szót, hogy én, és erre az énre reflektál, az egyedül a Homo sapiens. Előttünk lehettek nagyon sok évvel, utánunk lehetnek nagyon sok évvel, jelen helyzetünkben magányosak vagyunk a világegyetemben, értelmesnek tűnő fajként csak magunkat látjuk, és ez önmagában egy kicsikét szomorú. Mint az egyke gyerek. Hát hogy nő föl? Hát előbb-utóbb csak kéne testvérkéket találni, akár családon belül, akár távolabbi testvéreket családon kívül. És kiderül, hogy ez a kozmikus magányosság ez nem segít a felnövekvésben. Jelenleg, hogyha megnézzük a közel 8 milliárdnyi embertársunkat, mentálisan úgy nagyjából a 12-14 éves tinédzserek szintjén akadtunk el. Ilyen szinten kezeljük a problémáinkat, ilyen módon látunk rá magunkra és egymásra. Mi segíthetne a felnövekvésben? Hogyha egy gyermek elég jól kötődik a szüleihez, akkor messzire el lehet engedni, mert visszajön. Pontosan tudja, hogy ki az apja, ki az anyja, esetleg látja is őket a mezőn, és hogyha a szülők ismerik a gyermeknevelés alaptörvényeit, akkor nem féltik, hogy, ja, hát messzire mentél kisfiam, nem látunk téged kislányom, ha ő látja a szülőket, előbb-utóbb visszajön, mert megvan a kötődés. Ennek a botnak az egyik vége, nem tud a másik végétől eltávolodni. Egybe tartoznak. Néha mondják így a nevelésben járatosak, hogy hát hordozott gyerek, az anyja sokat hordta a hátán. És amikor már jár, fut, szalad, akkor messzire megy, de az élménye megvan, hogy ő egy volt az anyjával, nem csak a méhen belül, hanem egy kicsit a méhen kívül is, rugalmas hordozó, elől, aztán hátul, tudjuk a rendet. Nagyon komoly kötődés tud kialakulni így a gyermek és az anyja között. Az ember, az emberiség, mint jelenség a kozmoszban, ezt az anyát vagy teremtőt keresi folyamatosan. Minket hordoztak? Tehát mi hogy állunk ezzel? Tudunk hova visszamenni? Az ember, mint énség, mint öntudat, hova tud visszaszármazni, ahol teljesnek önmagának érzi magát. Ahol úgy érzi, hogy biztonságban van, ahol tudja a dolgát, ahol úgy normális. Mert ha megnézzük a viselkedésünket ezen a bolygón, kicsit olyanok vagyunk, mint az elvált kozmikus szülők gyerekei, hogy apuka nagyon messze van, vagy nincs, mert eltűnt. Anya pedig bizonytalan a dolgában, és nem jól hordozott. Nem jól kötöttünk. Nézzük meg, mit csinálunk az anyafölddel. Ha ehhez a földhöz normálisan kötődnénk, nem tennénk ezt vele. Hogyha tudnánk az utunkat az univerzumban, akkor az apa elvet, a fegyelmet, a következetességet, a rendszerességet, az iránytartást sokkal jobban gyakorolnánk. Egy családon belül a gyereknek, a szülőnél van az otthona egész addig, amíg nagykorúvá nem válik, ki nem repül, és elkezdi a saját útját járni. Nekünk embereknek, mint kozmikus jelenségnek, mi a dolgunk? Egyáltalán felnőttünk, és úgy tűnik, hogy ha magunkat, mint egy entitást nézem, közel 8 milliárd példányra szétosztva, itt elég súlyos kérdések vannak a szellemi érzelmi, értelmi felnővekvésünket illetően. Hát hol van a mi mentális otthonunk? És ezért van a hitnek és a tapasztalásnak akkora szerepe, hogy végre az ember lelke otthonra találjon. És az az érdekes, hogy ahhoz, hogy ezen az úton elindulhassunk, sokszor a saját fizikai otthonunkból, a szülőkkel, korábban táplált biológiai Érzelmi, értelmi, test- és lelki egységből kell kilépni, hogy a lélek megtalálhassa önállóan az útját és önállóan az otthonát. Ahonnan jött, ahonnan vétetett, akinek a képére ő teremtetett. Hol van ez? Ezt az otthont csakis itt, és most, ebben a pillanatban és ezen a helyen lehet meglálni. Akárhol vagyunk a világegyetem keletkezett részében, nem látunk olyan helyet, ami stabil lenne, ami nem változna, ami nem lenne tőlünk elidegeníthető. A lélek otthona tehát nem kívül van. Nincs egy olyan mennyország, vagy nirvána, vagy egy kijelölt hely, Ahonnan mi eljöttünk és oda visszajöhetünk. Ez nem a keletkezetben van. Nem a nevek és formák birodalmában van. Ez bennünk van, de csak akkor, hogyha elvágjuk annak az énségnek a teremtését vagy keletkeztetését, amely ezt az elkülönültséget érzi, mert ő csinálta. Ezt hívjuk humán egónak. Amikor az egoitásunk leválaszt minket a társunkról, a családunkról, akkor leválaszt a világról is. A saját dualisztikus gondolkodásunk miatt nem leeljük a helyzetünket, nem találjuk a dolgunkat, nem építünk helyesen kapcsolatot, és ezért nem is működünk helyesen. Az igazi kérdés tehát, hogy hol tévedtünk, mit nem láttunk. A zenben tehát az a válasz erre, hogy elhittük azt, amivel nem vagyunk azonosak, és nem ismerjük az ok és okozat törvényének a működését. Tehát a hamis azonosulásból és a nem tudásból vagy nem látásból fakad az összes szenvedés, ami ebből a kozmikus hontalanság érzetből fakad. Tehát nem bánunk jól sem egymással, sem a Földdel, de még magunkkal sem. Ezt a hibát csak úgy lehet feloldani, ha megismerjük azt az énséget, azt a személyiséget, amely egy egoitás kérget növezthet magára, és ha ezzel azonosul, akkor szenvedést teremt, szükségtelenül, értelmetlenül, haszontalanul. A szenvedés teremtése önmagában semmit nem jelent. Csak annyit, hogy szenvedünk és szenvedtetünk. A nélkülözéstől, a mulandóságtól, a tökéletlenségtől, a kölcsönös függéstől, olyasmitől, amit szeretnénk kapni, de nem kapjuk meg, vagy amit nem szeretnénk kapni, de mégis megkapjuk. Olyan emberek társaságában lenni, akiket nem szeretünk és olyan emberek társaságát nélkülözni, akiket szeretünk. A szenvedésnek és szenvedtetésnek változatos formája van, de ettől érezzük azt, hogy a világ kizökkent, nem találjuk az utunkat, nem vagyunk a helyünkön, és ezek mind tünetei ennek a kozmikus hontalanságnak. A világegyetemmel bárhol és bármikor egyé lehet válni. De a templomokat, a meditációs közösségeket arra fejlesztették és azért találták ki, hogy ezt az egyévállást, a hazatalálást, a letisztulást, görögül a katarzist, amit Európában ismert, ezt tapasztalhassuk. Az a dualisztikus gondolkodás, amely leválaszt minket az embertársunkról, a világról, az nem alkalmas arra, hogy ezt az egyévállást átélje. Pontosan ezt kell félretenni. Tehát rossz eszközzel keressük a célt. A gondolkodás elvágásával tehát visszaérhetünk ebbe a tiszta pillanatba, feloldhatjuk a hamis énség, a helytelen azonosulás képzetét, és ezáltal megszűnhetünk szenvedést teremteni. Van egy ilyen mondás, hogy döntsd el, igazad legyen, vagy boldog légy. Ezt mindenki, aki szoros kapcsolatban élt, él, és élni fog, tapasztalja. Tapasztaljuk ezt párkapcsolatban, tapasztaljuk családban, és tapasztaljuk csoportban is, mert a csoportban eléggé szabályzott, hogy kinek mennyi igaza lehet hierarchikusan. Tehát hol vagyunk otthon? És az a legparadoxabb ebben, hogy a lélek otthonra találásához el kell hagyni a fizikai otthont. És utána, amikor az ember a világot tapasztalta, és így magát is tapasztalja, akkor vissza lehet térni az otthonba, vagy egy újat alapítani, már azzal a tudattal, amelyik ehhez szükséges. Az otthonnak nem a megalapítása nehéz, hanem a megtartása. Egy házasságkötés fél nap, két óra, Kóreában fél óra alatt futószalagon mennek a jésik, csáng, a házasságkötő, terem, kliensei. Utána két hét nászút Cseju szigetén, ez a középosztály és alatta, nem mennek Kínába. Egyesek elmennek kicsit Japán felé, de az nagyon ritka, inkább Amerika. És utána pedig 30-40-50 év házasság gyerekek. Nem az otthon megalapítása nehéz, hanem a megtartása. Mit követünk el egymással az intimitáson belül azon a címen, hogy egymáshoz tartozunk? Az az alaphiba, hogy feláll a kölcsönös birtokviszony a kölcsönös hűség helyett. És egymást birtokoljuk, és a birtokviszonyon keresztül gyűrjük és kényszerhelyzetbe hozzuk, ahelyett, hogy tényleg otthont adnánk egymásnak testben és lélekben. Tehát az, aki a lélek otthonát nem találja meg, az, aki a saját önvalóját nem tapasztalja meg, az odakint a világban sem tud otthon teremteni, se magának, se másnak. Nézzünk ezzel szembe. Akkor, amikor önmagamat nem ismerem, akkor a másikat sem látom jól. Ha a másik embert nem látom jól, pontosan ott van az én vakfoltom is. Tehát egy kapcsolatot. Lehet arra is használni, hogy együtt fejlődjünk, és együtt ébredjünk rá arra, hogy valójában kik vagyunk. Valójában mi az, ami nekünk fontos, mi az, ami közösen művelendő, mint életút. Ehelyett mindig igazunk van. Ehelyett a másikra mutogatunk, ehelyett projektálunk, és illúziókat teremtünk, csak azért, hogy nekünk igazunk legyen. És hogyha ezt nem látjuk be, és nem tesszük félre, akkor tovább szenvedünk és szenvedtetünk, megmaradván a makrancos hölgy és a tinédzser lázadás tengelyében, és a tékozló fiú aspektusában. Az a rossz hírem van, hogy a földből már nincs sok tékozolható. A tinédzser, ha nem találja meg a szüleit vagy a szülője szerepét ellátó felnőttet, akkor nem fog tudni felnőni. Csak korosodik, de nem érik. Ez az érés, ez elengedhetetlen. Az ébredés, az érés együtt a fejlődés. Ha ezt meg tudjuk csinálni, akkor végre felnőttek lehetünk, és a felnőttség azt jelenti, hogy a teremtőséget és a teremtettséget egyszerre éljük meg magunkban, mint emberek. Az ember nagyon-nagyon rosszul látja azt, hogy ő teremtett és teremtő egyszerre. Nagyon nehezen tudunk ezzel bármit is kezdeni. Azok, akik mesterek, tehát mesterséget gyakorolnak, a két kezük teremtő munkájából élnek, azok erre egy picit már rájöhettek. Nagyon sokan, milliárdok nincsenek abban a helyzetben, hogy tényleg teremtők legyenek, alkossanak. És ezért egy külön gyakorlat kell ahhoz, hogy a teremtőt és a teremtettet egyszerre tapasztaljuk magunkban. Ezt hívják belső gyakorlatnak, amikor a tudat teremtését tapasztaljuk, mert a kezünkkel csak alkalmazottak vagyunk, csak teszünk A-ból B-be valamit. Érdemben nem hozzunk létre az anyagi világban semmit. Nagy eszünk így él. De a tudatteremtését azt bármikor láthatjuk. És ahol a Teremtőt és a Teremtettet egy helyen látjuk belül, ott van az otthonunk. Ennek a pillanatnak a tisztasága azt jelenti, hogy a Teremtőség és a Teremtettség közös, Pontban van. Elgondolkodtunk azon, hogy mire vágyik a lélek és mit ad a test. A test lehetőségei között a lélek vágyainak nagy része nincs meg. Igen, ha látni akarunk, van szemünk, láthatunk szépeket és a lélek örül, mert szépeket lát. Ha jó ízeket szeretnénk, akkor itt a nyelv, a száj, az evés megesszük, boldogok vagyunk, jó tettünk. Jó zenét szeretnénk hallani, megvannak az eszközeink, a fülünk, a műveltségünk, tudjuk, hogy Johann Sebastian Bach mitől zseniális, és meghallgatjuk, és örülünk. De a léleknek vannak olyan vágyai, amit a test soha, de soha nem tud megadni. Ilyen például a tökéletesség. Tökéletes test nincs. Aki élt eleget ezen a bolygón, tehát több mint 17 évet, az biztos tudja. Rájön az ember, hogy a lélekben sincs tökéletes karma, mert mindig lehet jobb és lehet rosszabb. Mi az, amivel én úgy meg tudok elégedni, hogy az optimálisan működik bennem is és a világban is, rajtam kívül is, és a középúton tart, valahol nem tökéletes és nem tökéletlen, hanem éppen ilyen. Ez a bot ez nem rövid vagy hosszú, ez ekkora. Korábban vannak hosszabbak a nagyon nagy mestereknél, ilyen hatalmas, ekkora botok. Azt azért kell ilyen magasra emelni, mert amikor lefelé fordítom, ne akadjon bele az ember térdébe. Vannak ennél sokkal rövidebb botok is, azt arra méretezték, hogy egy kézitáskában elférjen. Ez nem fér el egy kézitáskában a repülőn. A lélek továbbá örök létre vágyik, valahol tudunk arról, hogy az élet és halál körforgása, az meghaladható. Ezt a test nem tudja megadni. Ez megszületik, felnő, táplál, ürítkezik, érint és érintve van, egy csomó minden gyönyörű funkciója van. De nem hogy nem örök, hanem nagyon gyorsan elhal. Ez a 70-80-90 év ki, melyikünknek mennyi adatik, ez kozmikus méretekkel egy hú, egy pillanat, egy pillanat töredéke. És miért? Ebben a testben és mindegyikünk testében körülbelül kétharmadnyi víz van, a lélek pedig tűzben ég. A látást tűzében, a hallástüzében. A lélegzett tüzében, az érzelmek tüzében, a gondolkodás tüzében, az akarat tüzében. És ez a tűz, a vágy, a harag és az én élmény tüze elégeti a testet. Mi gyártjuk le a saját betegségeinket is akkor, amikor ez a tűz túlságosan erős, vagy nem kellően erős. Ezt a szervi problémáinkban láthatjuk. Ezt a tűz karmát a testben tároljuk akkor, hogyha túl sok, és a test szenved attól, hogyha valahol túl kevés. Erről sok-sok könyvet írtak, hogy milyen karma, a léleknek milyen működése, a testben milyen betegséget eredményez. Tehát, hogy a tűz hogyhat a vízre. Tehát ezt a vízalapú testet, aminek csak egyharmada rost, meg támasztó szövet, ugye? Ezt a lélek tüze előbb-utóbb belégeti. És utána ennek az inkarnációnak így vége. És a hagyomány szerint, és a tapasztalható realitás szerint is, a lélek akkor több átmenet után egy újabb testet keres, és a fogantatásban a lélek belemegy, és utána egy újabb élet következik, hogy a tapasztalatait folytassa. Ezen körforgáson belül hol az otthon? Láss tisztán, haj tisztán, érezz és gondolkodj tisztán. Akkor ebben a pillanatban bárhol otthon vagy. Ez a lélek otthona. És ekkor teremthetünk a világban magunknak, a párkapcsolatunknak, a családunknak és a csoportunknak egy kijelölt otthont, amelynek neve és formája van. Legyen az családi ház, egy kis vityilló, egy kunyhó, egy templom. És ennek az otthonnak van egy funkciója. A legtöbb családi otthonnak az a funkciója, hogy gyermeket neveljenek benne. Párkapcsolatnak az, hogy csak ott éljenek benne. A csoport otthona, Hogyha egy spirituális célról van szó, az a templom, és a templom célja az, hogy ott elérjük a felébredést, és egy felnőttebb, világosabb tudattal menjünk haza, a test otthonába. Hogyha az önvalónk tapasztalata megvan, az olyan érzés, mint amikor a csepp visszatér az óceánba, és az óceánná válik ekkora cseppségét sokkal jobban el tudja fogadni. Amíg a csepp érzi csak, hogy van valahol egy óceán, ahonnan ő jött, de nem tapasztalja, nincs meg a forrása, addig a többi cseppel harcol. Harcol, hogy kinek mekkora felülete van, kinek milyen vízmolekulái vannak, és nem látjuk be, hogy valójában mindannyian h 2 o vagyunk. És amíg ez a harc zajlik, hogy milyen színű rajtunk a fénytörése a napsugárnak, hogy mekkora cseppek vagyunk, hány csepp van a jobb oldalon, és hány csepp van a bal oldalon, ugye? addig ez az emberiség nem fog felnőni. És gyerekes harcban, ellentétekben, és felesleges szenvedésben és szenvedtetésben fogunk energiát veszíteni. Ezért érdemes ezekkel a tevékenységekkel fölhagyni. Amikor az energiaszintünk végre meg tud emelkedni, mert nem pazaroljuk el, akkor a tudatszintünk is meg tud emelkedni, ha ezt hagyjuk. Ez az, amikor a te csepp visszatér az óceánba, és az óceánnál válik, de csak akkor, ha a cseppségéhez nem ragaszkodik. És ebben mi nagyon jók vagyunk, hogy nem vesszük észre magunk körül az óceánt, mert nem akarjuk. A csepségünkhöz ragaszkodunk, és ordítunk és üvöltünk, és kényszert alkalmazunk a környezetünkkel, és így magunkkal szemben azért, mert nem vagyunk hajlandóak elfogadni, hogy egy nagyobb egész részei vagyunk. És talán azért ilyen pici fizikailag az, az emberi faj darabra, és azért vagyunk ennyire egy tejútrendszer spirálkarján a kifelé eső harmadban, egy elképesztő pici naprendszerben, egy pici kőzetbolygón, egy pici faj, hogy erre a pici mi voltunkra rájöjjünk, és egyben arra, hogy láthatjuk az egész világegyetemet. Milliárd fényéveket beláthatunk. Milliárd éveket oda-vissza beláthatunk. De cselekedni csak itt tudunk ezen a picike kis kőzetbolygón, ezen a picike kis helyen, ahol mi talpalatnyi földön vagyunk, ezekben az elképesztően sérülékeny otthonokban, amelyeket egymás számára vagy fölépítünk, vagy lerombolunk. Tehát a tudatunk hatalmas, és a fizikai létünk ilyen parányi. Elgondolkodtunk ezen, hogy ez hogy van? Ez mind azért van, hogy végre találjunk haza. Végre a lélek ismerje meg az eredetét. És amikor a csepp visszatér az óceánba, és az óceánnál válik, akkor már nem kérdés, hogy ő kicsoda. Visszatérvén a nagyobb egészbe, az egyévvállás tapasztalatával, megtisztulunk mindazoktól a téves nézetektől, amelyek eddig a csepségünkhöz kötöttek minket, és nem engedték az óceán tapasztalatát. Ezt hívjuk hamis énélménynek. A katarzis, a megtisztulás, a felébredés, az egyévállás, ez mind ugyanaz. Ehhez kell a magunk változtathatatlanságába vetett hitet levetni. Ezáltal kezdünk el haladni az úton. A személyiség az olyasmi, amire mindenkinek szüksége van. Az egoitás olyan, amire semminek és senkinek nincsen szüksége, de mégis mégis kifejlesztjük. Hogyha abszolútnak gondolom magam, azzal megállítom magam az ébredésben és a fejlődésben, mert nem tudok változni. Ha nem szabok irányt a változásomnak, ha nem fejlődöm, ha nem ébredek, ha nem segítek, akkor nem találok haza. Akkor csak körbe-körbe forgok életek százain keresztül, és ez az, amikor az ember visszanéz egy leélt életre, és rájött, hogy hiába volt. Érdemben nem csináltam semmit. Felnőttem, pénzt kerestem, gyereket neveltem, megöregettem, és most meghalok. Mit értem el? Ezzel mindenkinek szembe kell nézni, és lehetőleg hamarabb, mint a test halála. Miért? Ebben a felállásban, ahogy mi most itt vagyunk, ezzel a testtel és ezzel a lélekkel egy életünk van. És ez elképesztően értékes, akármennyire sérülékeny, akármennyire rövid, és akármennyire tökéletlen. Hogy a korábbi milyen volt, nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy ezt eredményezte, ezt a születést, amit átéltünk anyával és apával együtt. Hogy a következő milyen lesz, azt sem tudjuk, de az ennek a függvényes, az összes korábbinak, ami most bennünk van. Vigyázzunk tehát azzal, hogy hol vagyunk mi otthon. Milyen környezetben, kikkel társulunk, mert ez mutatja a saját önképünket mutatja azt, hogy mivel azonosulunk. Mutatja azt, hogy miben hiszünk. Csak is a transzcendens tapasztalattal, amelyet semmilyen szervezett vallás nem pótol, lehet egy olyan tudatállapotot elérni, ahol a hit tapasztalás alapú, nem gondolkodás vagy érzelem alapú. És ebből a hitrendszerből származzék az az életrend, amely egy szilárd értékrenden alapul. Tehát a megfelelő spirituális otthonra találás, a transzcendens tapasztalás adja a hitrendszert. Ebből következik az értékrendem, mert akkor az önképem a helyén van, egy a másik emberről alkotott kép is a helyén van. És ebből következik az életrendem, Étrendszer, értékrend, életrend. Ezt a hármat csak úgy tudom a helyére tenni, hogy járom az utat. Járom azt az utat, amelyen felébredhetek és segíthetek másokon. A másoknak nyújtott segítség nélkül a személyes megszabadulás nem érhető el, hölgyeim és uraim. Ezt nagyon sokféleképpen el lehet képzelni, de a saját karmát pusztán a mikrokozmoszban megtisztítani nem lehet. A segítség és tisztítás mozdulatát ki kell terjesztenem a világra, és annak a segítségnek vissza kell származnia hozzám. Ezt hívják erénynek, vagy a karma öntisztító folyamatának. És ez az erény, ez az öntisztulás az, amely az öntudathoz köthető. Ez nem az öntudat, hanem a lélektudatosság szintjének az emelése. Tehát, hogyha letisztulunk és segítséggel élünk, úgyhogy el is tudjuk fogadni, amikor nekünk van szükségünk rá, és adni is tudjuk, amikor a másiknak van rá szüksége, akkor bizony elérhetjük a felébredést, és megszabadíthatjuk ezt a világot a szenvedéstől. És itt elsősorban arról a szenvedésről van szó, amelyet mi mérünk rá. Ne a másikra gondoljunk ilyenkor, csak saját magunkra. Ez nem önzés, nem önközpontusság, hanem a megfelelő figyelem. Figyelem azt, hogy mit gondolok, mit érzek, mit mondok, mit teszek. Mit éreztetek, Mit gondoltatok a másikkal? Mit hallgattatok meg a másikkal? Mit tétetek vagy műveltetek a másikkal? Ezt hívják a karma helyes művelésének, az okozatiság felismerésének. Ennek a törvénynek a neve a darma. Ez íratlan. Ez akkor is működik, hogyha az embernek tetszik és ismeri vagy nem tetszik, akkor is működik. Tehát tudhatom azt, hogy az eső lefelé esik, ha viszekernyőt nem ázom meg, ha nem viszekernyőt megázom, ez az esőt nem érdekli, az embert kéne, hogy érdekelje. Úgyhogy a megoldóképlet nagyon egyszerű. Figyeljünk! Legyünk jelen ebben a pillanatban tisztán. Lássuk tisztán azt, ahogy működünk és viszonyulunk a külvilághoz, beleértve a másik embert is. És hogyha tiszta a tudatunk, helyes döntéseket hozunk. A helyes döntések nyoma mutatkozik, mert egy élhető világot, egy élhető társadalmat, egy élhető családot, párkapcsolatot tudunk teremteni. Ha ezt nem tesszük meg, csak magunkat okolhatjuk. Talán ez is a kozmikus magány tanítása. Kinek van kérdése? Nekem az lenne a kérdésem, hogy ugye, mert hogy a vágy, ö, vágyunknak a tárgya, tehát hogyha vágyakozunk valami után, azt ugye nem feltétlen ö, fogjuk megkapni, vagy nem kapjuk meg. És mert hogy vágyunk mindig valamire, tehát vágyunk ugye szép családra, vágyunk, hogy szép otthonunk legyen, tehát mindig vágyakozunk. És hogy, hogy lehet úgy élni, hogy, hogy a vágyunkat ezt vissza tudjuk szorítani, vagy kell -e tulajdonképpen vágyak nélkül élni, vagy, vagy kell-e nekünk a vágy az élethez? Vágy nélkül nincs élet. Tehát nézd meg az újszülöttet, ha nem lenne vágya arra, hogy megszülessen, nem lenne energiája arra, hogy így vagy úgy keresztül jövő a csatornán, vagy pedig császárral, de megszülessen. Ha nem lenne vágya a lélegzésre, nem lélegezne. Tehát az életvágy, szanszkritul tanhá, az a szomi, amivel mi leérkezünk, az elképesztően fontos ahhoz, hogy életben maradjunk. Az egyetlen egy kritérium, hogy tudja mások vágyát is úgy tiszteletben tartani, hogy ebből ne legyen harag. Tehát a vágynak a fonákja a harag. A vágy az, hogy megtehetek valamit, megteszem, megteremtem, megtapasztalom. A harag pedig az, amikor mindez tehetetlenségbe megy át, az energia felgyűlik, és ahelyett, hogy teremtene, rombol. A kérdés az, hogy egy adott cél eléréséhez, mint ahogy mondod, boldog család, szép otthon és a többi, mennyi és milyen típusú vágyra van szükségem, és hogy azokat hogyan fejezem ki a beszéd, a tett, a gondolat és az érzelem útján. Nézd meg, amikor az ember vágyakozik, akkor gondolkozik, légvárakat épít, de nem cselekszik. És mi lenne, hogyha cselekednénk? Na, a cél. Nem. 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 Akkor látnánk, hogy valójában mire vágyunk. És ez mutatja meg, hogy milyen vágyakról kell lemondani. Néha az ember megköszöni, hogy úristen, de jó, hogy nem teljesültek be a vágyaim, mert akkor mi lenne? Hát most már nagyon másra vágyom, ugye? Uh -huh. Tehát a teremtés, ez egy nagyon felelősségteljes dolog, mert a teremtettséget utána el kell viselni. Hogy itt a következmény. Teremtettem valamit, vagy valakit, gyermekesek, és az ott van. Ott üvölt, ott gügyög, ott járkál, ott ölel, ott üt, mert megteremtetted a lelkét, nem, a testet hozzá. Az bőven elég. Ő jött le, mert éppen hozzá tartozik. Úgyhogy a vágy, hogyha átmegy teremtésbe, akkor mutatja meg az igazi arcát. És ekkor, mivel tapasztaljuk azt, hogy mekkora a különbség az álom és a valóság közt, természetesen le tudunk mondani azokról a vágyakról, amelyeknek a kivitelezése nem kívánt eredményeket szülne. Ilyenek például a szenvedélybetegségek. Tehát minden szenvedélybeteg boldog akar lenni, elgondolja, hogy hogyan, elkezd valamilyen anyaghoz ragaszkodni, és a pusztulásba viszi magát és másokat. Ez egy vágyból kiindult, elképesztő szenvedés. Ha ezt látnánk, akkor nem tennénk. De nem látjuk teljes következmény síkjában, csak azt látjuk belőle, amit akarunk. És amit nem akarjuk, azt nem fogjuk mindaddig látni, amíg a következmény ránk nem omlik. Oké? Okay? Oké. Okay. Tehát ezért kell megnézni, hogy mi van akkor, hogyha a vágy mind a négy csatornán a beszéd, a cselekedet, a gondolat és az érzelem csatornáján keresztül megvalósul. És ez eldönti, hogy ez kell -e nekem, nekünk, vagy sem. Jó, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Még egy kérdésem lenne, hogyan tudunk úgy élni hogy a jelenben, hogy a múltunk ne legyen rá hatással? Nem tudunk. Nem tudunk. Nem tudunk. Tehát az ok és okozat törvénye világos. Ez érvényesül ciklikusan. Minden reggel föl kell kelni. Minden lélegzetvétellel egy kilégzés is jár. Oké? Okay? Tehát nem tudunk mentesülni a múlt hatásaitól. Az viszont, hogy ebben a pillanatban hogyan használjuk fel a múlt hatásait, az nagyon fontos. Tehát. Belegázoltál a szívembe tegnap, ezért én most megbocsátok. Belegázoltál a szívembe tegnap, ezért én most eltöröllek a föld színéről. Ezt most döntöm el. Tehát a múlt, ez egy hatalmas kúp, aminek a csúcsán van a pillanat. A jövő, az az erre ráfordított kúp, amelynek a csúcsa ez a pillanat. Ez egy hatalmas, is homokóra szerű valami. És ez a pillanat az egyetlen egy, ahol mi érdemben tudunk tenni valamit. A múlt hatásai itt érvényesülnek, és a jövő itt születik. Múltunkból születik meg a... Nem. Nem ezt mondtam. Nem. Ezért volt az előző hasonlat. Bármi is történt a múltban, nekem azt ebben a jelenben... Valahol tudnom kell transformálni. ez csak akkor van, hogyha nem ragaszkodom a múltról alkotott képhez. Jön az energiája valaminek, annak van információ tartalma. Ezt az információt nekem helyesen kell tudni kezelni. Ez az önkép. Például nem vagyok büszke arra, ami a múltamban történt. De az abból az önképből következett, ami akkor volt. Ha most én ezt nem akarom, meg kell változnom. Tehát megváltozik az az önkép, amit én magamról alkotok. És ekkor a múltból jövő energiát egy más énségbe tudom átönteni, fogadjuk el ezt úgy, mint egy jó vasöntődét, ahol a múltnak a kocsironcsait ugye, behozzák, bele a kemencébe, és újra öntik, új váz, új lemez. És akkor ez egy új autó lesz. Na most ehhez kell az, hogy ne ragaszkodjam a múltbéli típusokhoz. Ha ezt nem tudom megcsinálni, akkor állandóan a múltam rabja vagyok. De olyan nincs, hogy a múltbéli teremtés ne érjen el engem. Ez az ok és okozat törvénye. De a meghaladás bölcsessége az, hogy a nem azonosulás által újra tudom teremteni magam és ezt a világot. Ezt kéne felfognunk és helyesen művelnünk. Miért? Valójában csak ez a pillanatunk van. Nincs másunk. A múlt elmúlt, nem következmény nélkül, a jövő még nem jött el, de annak az oka itt van. Azt most teremtjük. Tehát a múlt az rámutat a teremtettségünkre, a jövő rámutat a teremtőségünkre, és ez ebben a pillanatban találkozik. Figyeljünk erre nagyon jól, amikor döntéseket hozunk. Szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Ott. Mi emberek érzékeljük ilyen síkon ezt az időt. De ugye relatív az idő, és ha a lélek elhagyja a testet, akkor a mi értelmezésünk szerint már azonnal ugrik át mondjuk egy új testbe, és csak előrefele az időbe, vagy esetleg visszafele is tud ez történni, vagy milyen meglátásaid vannak, ha érthető a kérdés? Hát elég érthető. Itt az a meglátásom, hogy visszafele az időben menni nem lehet. Uh -huh. Akármilyen filmet néztünk, akármilyen könyvet olvastunk, igen, igen. ez az, hogy ö, oda megyek és kiveszem a nagymamám kezéből azt az eszközt, amivel a nagypapámat kordában tartotta, nincs. Tehát visszafele a lineáris és ciklikus időben menni nem lehet. És ez azért is van így, mert különben felborulna az univerzum működése. Állandóan újraírnánk a rendszert. Előre sem lehet menni. Viszont van a tudatnak egy olyan állapota, bizonyos álomállapotok vagy meditatív állapotok, amikor a test működésétől nagy részt függetlenedve ráláthat egy magasabb szintű okozatiságra, akkor a múlt a jelen és a jövő összefüggéseit jobban látja. Ezt a hétköznapi síkon is el tudjuk képzelni, amikor pár tudattárgy helyett, egy egész tudattárgy gyűjteményt látok, nagyobb összefüggéseket. Ez a meditációnak egy természetes mellékterméke, és aztán vannak ezek a nagyon magas szintű megélések és tapasztalások a profétikus álmoktól kezdve egy emberi. Tudattal alig megfogható látásig a múlt, a jelen és a jövő síkján. Itt van egy pár szabály. Mindenkinek a saját tudatának a tisztasága az irányadó. Ezt nem lehet másoktól úgy Nostradamus könyvben elolvasni. Nem tudunk vele érdemben mit kezdeni, mert nem méltük meg. A másik, hogy az ok és okozat törvényétől ez nem mentesít. Tehát nem leszünk attól szabadabbak, hogy ezt megláttuk, sőt, a látás jobban kötelez, mint hogyha nem láttuk volna. Erre gondoljunk. És hogy nem mentesít a teendők alól, hanem még több teendőt ad. Viszont az irányt letisztázza, mert az énséget letisztázza. Eredetileg ez az énség, amit mi annyira stabilnak, szilárdnak gondolunk, és így is akarjuk megtartani, ez nincs. Ez egy teremtett létrehozott valami. Körülbelül úgy, ahogy az óceánból elpárolog a víz, és ez egy bizonyos magasságban kicsapódik, és csepp lesz belőle. De akkor az óceántól már távol van, és így elfelejti az óceánságát. Értjük? Szuper, köszönöm. És már, szóval sem. De viszont, ha a lélek elhagy egy testet, akkor, mint mondtad, hogy a karma alapján választ ugye a lélek ö, szülőket, hogy hova születik karma szeretik. és tudatosság Na, igen, együtt igen, igen. nem ugyanaz. A karma akkor csak robot, uh -huh, a tudatosság uh -huh. akkor bármi uh -huh. lehet. De a karma és a tudatosság, az energia és az információ együtt adja ezt a kontinúmat. Csak hogy amíg nem érzi az, hogy leszülethessen egy új testbe, addig mondjuk vár, vagy. Nem, 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 tudom, nem tudom ezt nagyon elején Szer Szeretnéd elképzelni, ugye? Hát, ilyen helyzetben. Valami most... képet alkotni róla. Igen, igen. Ezt tudom, hogy az én kis egócsis is naivitásom, meg hogy nem valami szeretnék Nem, Ez egy álmodozni. Magas labda egy gurunak. És én nem vagyok gurú, és én ezt nem ütöm le. Jó, tökéletes. Tehát hát. elmondom, hogy hm. nem tudom. Nem tudom. Szuper. Azért, mert nem tudható hm. általános, vagy ilyen objektív szinten. Annyi biztos, hogy minden karmának megvan az érési ideje, és minél tudatosabb, annál kevésbé kényszerből születik le. És minél kevésbé tudatos, annál kényszeresebben születik le. Ezt magunkban figyeljük meg leginkább. Mi az, amit az életünkben kényszerként, teherként, kellemetlen teendőként élünk meg, és mi az, amit vállalásként, hogy ezt tényleg én akarom, ezt én vállaltam. Na most minél tudatosabb az ember, annál nagyobb a vállalás rész az önkéntes rész, és így jobb az akarat mező működése is. Minél inkább kényszernek éljük meg, hogy engem csak is helytelen dolgok érnek, rossz emberek vesznek, körül én szerencsétlen vagyok, nekem az élet ilyen balesetek gyűjteménye. Na, ez az, amikor nem vettük birtokba a karmánkat, nem vagyunk tudatosak az ügyben, hogy hogy lettünk mi ilyenek, és így a teremtőségünket elfelejtettük. De az, hogy ki mikor születik le és milyen körülmények közé, ezt a karma működése, melynek a törvénye a dharma, amit az előbb mondtam, ez szabályozza. Ez teljesen független attól, hogy a lélek úgy mit szeretne. Tehát a halála előtt egy tömeggyilkos azt mondja, hogy én mégis szeretek mindenkit, a tömeggyilkos karmája fog érvényesülni. Azzal a pillanattal a tetején, hogy ő a halála előtt kimondta, hogy ő mégis szeret mindenkit. Ez volt egy pillanat, és előtte 60 évig tömeggyilkos volt. Ez a 60 év lesz annyi amennyi, és egy pillanat rajta pedig annyi amennyi. Tessék az arányt fölállítani. Hát az a jó, hogy az ember számára ez a törvény annyiban megismerhető, amennyiben helyes döntést is hozhat. Ennyi elég, de a nagy részét nem tudjuk. Ahogy egy halászhálóval foghatunk halakat, ha még van a tengerben, meg a folyóban, de a tengert azt nem foghatjuk ki a hálóval. Az elme nem fogja az univerzum teljességét megismerni fogalmi racionális szinten, még szimbolikus szinten sem. Ahhoz pont a fogalmi gondolkodáshoz való ragaszkodást kell feladni, hogy a csepp visszatérjen az óceánba. Tehát nem tudjuk, ez nem objektiválható, nem rendszerezhető, de annyit láthatunk, hogy a méletünkben mennyi a vállalt és mennyi a kényszeres milyen gyakran váltunk mi életmódot, életformát, önképet, és akkor ez egy kicsi támpont arra, hogy az az élet és halál körforgása hogy megy. Elárulom, mindegy, hogy sokat várunk, vagy keveset. Az nem mindegy, hogy milyen tudattal születünk le. Az a tudatforma pedig itt születik. Ezen a földön, ebben az életben. Tessék megbecsülni ezt a testet, mert ez a szerszámkészlet, ez a jármű. Szem nélkül nem látsz, fül nélkül nem hallasz, agy nélkül nem gondolkodhatsz, szív nélkül nem érezhetsz. És minden olyan karma, ami a lélekben van, érzékszervi síkon keletkezett, és ezért csak egy inkarnációs állapotban változtatható. Ekkor ébredhetsz tudatára igazán, mert megéled. És ezek a megélések és döntések rajzolják ki a következőt. Nézz otthon a tükörbe, ez egy ma esti gyakorlat. Hogy kaphattam ezt az arcot? Hogy? És utána teheted azt, hogy minden korábbi döntésem eredménye ez az arc. Minden korábbi döntésem eredménye ez a test, és ez a lélek, és ez a tudat. Ezt ismerve most hogy döntök? Így már szerintem sokkal praktikusabb. Egyértelmű. Még egyet esetleg, hogyha kérdezhetek, milyen olyan bölcsesség van benned, amit még senki nem tett fel, amit még nem tudtál megosztani, vagy úgy érzed, ami így esetleg ott van még benned, de nem volt még olyan alkalom, ami milyen ki tudtad volna nekünk adni? Lehet, fura vagy. kérdés. Igen, I igen, igen vagy. Sokáig jöttem idefele, sokat gondolkoztam. Nekem nem volt időm gondolkodni, de é. egy kuant azért mondok neked, hát ez segít. Szuper. Ennek a kóanak a központi kérdése ez. Nem vagy más, mint törött csont, lyukas bőr és rothadó hús. Hogyan válsz akadálytalanná? Ez benne van a zöld sávos gyűjteményünkben, a 208 kóanban, hogy küzdj és ébredj. Szerintem ez a 71-es. És azt mondta a zenmester, hogy ez az akadálytalan tudat létezik. A legnagyobb titok mindig bennünk van. De ez nem valami hús, szerv, szarú, csont vagy egyéb, hanem az a titok, hogy mi az, ami akkor is létezik, ha kimondja, hogy én, és akkor is létezik, ha nem mondja ki, hogy én. Szerintem minden kérdést föltettek már, és végtelen számú kérdésre van lehetőség. Ezért vagyok nyugodt. Hogy ezt addig fogom csinálni, ameddig csak lehet. Mert úgy tűnik segít, hogyha tényleg az ember meghallgatja, megfogadja és gyakorolja. Ennek tartós és világos hatása mutatkozik meg. Idén szeptemberben lesz 20 éve, hogy megtaláltuk a templom földjét. Lesz egy szertartás, melyre ezen mindenkit szeretettel meghívok és azon a szertartáson tanítás is el fog hangzani részemről, és a már felavatott mesterek részéről is. És ebben el fog hangzani az, hogy ez a húsz év, ez soknak tűnik, de a ma hallott narratíva tükrében is, ez egy villanás, ez egy kozmikus szunyogcsípés. Tehát még legalább húszra szükség lesz. Beledobjuk? Én biztos. Miért? Nagyon sok kritikát hallottam a zenről, amelyik személyes alapú. Fáj a térdem, kevés a napi háromszori étkezés, nem szeretem a csendet, ki kell kapcsolni a mobilt, de azt egyik sem mondta, hogy nem működik a zen. Olyat még nem hallottam, hogy szunyim, bullshit! Hülyeséget mondasz, és elképesztő hülyeségeket tanítasz, és Olyat tétetsz velünk, ami eredménytelen, ami nem működik, ami nem hoz bennem semmilyen belátást, meg változást, az időmet pazarlom itt veled. Na, ilyet nem hallottam. Olyat, hogy nem tetszik. Nem mindenkinek kell gyakorolni ezt. De olyat nem hallottam, hogy nem működik, mert hogyha nem működne, nem lennék benne 34 éve. Úgyhogy még egy húszast rádobunk, az biztos. Amilyen tudatszinten vagyunk olyan társadalomban, családban és kapcsolatban élünk. Ezt tessék elvéni haza, jó? Itt a munka. Egyéb kérdés? Sok darma beszédetben, illetve kérdésre adott válaszban említed a jogát. Hivatkozol a jogára, illetve olyan kifejezésekre, amit a jogában is használnak. A kérdésem egyszerű, milyen kapcsolat van a joga és a zen között? Unoka testvéri. Az elég közeli. Elég közeli, hogyha a jogának a nyolc fokozatát felé, idézed, ugye úgy indul, hogy jáma és niáma, tehát hogy mit tegyünk és mit ne, tegyünk, ez a szabályrendszer. Tehát az ászana és jáma, fizikai gyakorlatok és lélegző vagy energia gyakorlatok, és akkor a felső négy, az már a tudattal foglalkozik az alsó négy alapján, a hára az, amikor az érzékszervektől visszavonom a ragaszkodást, de nem kifelé irányul a figyelem. A dárana az a fix tudattárgynak a megtalálása, és a gyána az az elmélyülés. A szamádi az ellobbanás, a szamádi az, amit a bevezetőben úgy mondtam, hogy a csepp visszatér az óceánba, és az óceánnál válik. Szorosabban a visszatérés a gyána, és az óceánnál válás élménye az a szamádi. A gyána az a kiágazás és az a zen. Gyána, csanna, csan, szon, zen. És azért unokatestvér, testvér, és nem csak öcsike, mert átment egy másik kultúrába. Tehát már a buddha idejében nagyon sok szerzetes jött és ment és utazott, és nem volt határellenőrzés, csak élve át kellett jutni a Himaláján. És az bizonyított, hogy Krisztus környékére, amikor ő élt és aktív volt, Kínában már jelen volt a tan. Hát az azért 560 évvel buddha után volt. Úgyhogy ez elég jól látható, hogy ez terjedt. És akkor még 500 év, és jött Bóthidarma, Krisztus után a 6. században, és akkor elég világos volt, hogy a zen így ezer éves evolúció után le van téve Kínába, elég és stabilan. Itt viszont az evolúció során párosodott a konfucianizmussal és a taoizmussal. Tehát, ha nagyon hűek akarunk lenni a hagyomány elemeihez és működéséhez, akkor azt kellene mondani, hogy a zen, vagy csan, vagy szon az konfuciánus, taoista és buddhista elemekből épül fel. Ettől lesz ez unokatesó. És hogy ez átment a különböző kultúrákba, különböző módszereket sajátított el, de azt érzem, hogy a taoizmusban talált meg egy olyan szellemi párt, ahol ismét egyszerű és tiszta lett. Nagyon-nagyon komoly mahajána, indiai, tibeti és egyéb építmények, konstrukciók születtek. Az egyik legegyszerűbb, legtisztább és legművelhetőbb az a kínai, koreai, japán. Letisztulás volt, ahol azért kapott egy csomó konfuciánus hierarchikus vonást, és, és ezt lehet látni, hogy egy hagyománynak a természetes evolúciója hányféle variációt hoz. Úgy működik tényleg, mint a természet. A természet korlátlanul tud szaporodni, látszólag. De a Föld, az adott élőhely, az adott fajok, Bizony korlátozzák, hogy egy adott egyed meddig tudja megsokszorozni önmagát. És ez a megsokszorozódás, ez variációkkal járt, adaptáltuk. Adaptáltuk különböző kultúrákban, ahogy most itt nyugaton adaptáljuk a tant, óvó és féltő gonddal őrizve a lényegét, és megváltoztatva úgy a csatoló felületet, hogy az érthető legyen. Nem minden érthető rögtön. És nem minden érthető szavakból. De ez így van jól. Van olyan tanítás, amely csak a tapasztalással lesz teljes az ember lelkében. Úgyhogy így használható ez. Köszönöm. Szívesen. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan legyek jelen itt és most, pillanatról pillanatra, hogyha ez nem megy? Mitől nem menne? Hát, hogyha... Te kín... is mond, az is itt és most van. Így van? <laughs> Tehát nézd meg az akadályt, és nézd meg a segítséget, és fogad be mind a kettőt. Hát, ami akadályoz, az is itt és most van. Használd föl, hogy még inkább itt és most légy. Lehet, hogy nincs benned béke, lehet, hogy nincs benned megelégedettség, vagy harmónia, de ennek az ellentét halmaznak az elfogadása is ide köt ebbe a pillanatba. Ezért szoktuk mondani régen, még szerzetesek közt Kóriában, hogy mindegy, hogy angyal vagy démon, de ami visszahoz ebbe a pillanatba, az a tanítód. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Az én döntésemtől függ az én életem mindig, vagy vagy a mások döntése miatt is. Például egy döntési kényszer volt, hogy oltassam magam, vagy ne. Nem mindig azt tehetem, amit akarok, vagy amit én érzek, hogy én szerintem helyes. Mi És a akkor, mi van, akkor mi van, hogyha én én a... nekem el kell fogadnom valamit? Mondjuk nekem nem kellett elfogadnom, de akinek olyan munkája volt, sajnos igen. Általánosítva, ezt nem lehet, és te magad mondod, hogy a gyakorlati kérdéseket szereted. A gyakorlat pedig, főleg a mi gyakorlatunk, ami rajtunk keresztül érvényesül. Tehát az én döntésem fontos ebből a szempontból, de úgy, hogy látom, hogy a környezetemre ez milyen hatással van, illetve rám milyen hatással van. Tehát az okozatiság látásának a tükrében mindenki tegyen legjobb belátása hite szerint. Itt ennek ez a vége. És ez nagyon gyakorlatias. Tedd. Lásd és Tedd. Oké? Okay? Tehát amit eldöntök, de utána vállaljam a felelősséget, bárhogy alakul, én döntök. Így van. Ja. Okay, a köszönöm. saját testem, saját lelkem ügyében én döntök. Nem dönthet más. És ennek hatása van a környezetre, annak pedig vissza rám. De a döntés az enyém, a következmény is az enyém. Ez Köszönöm. a felelős magatartás. Azt akarom kérdezni, hogy ugye, ha az egóval azonosulok, akkor ezt e, hogyan tudom megszüntetni? Úgyhogy én nagyon messzire elmegyek, nem hallok rólad, és te se rólam, és itt tanító nélkül maradsz. Az egoitásod kérge egyre vastagodik, egyre több szenvedést okoz neked és másnak, és egyszer csak rájössz, hogy ez így nem jó akkor elkezdesz keresni, hogy én hol vagyok a világegyetemben. Na, ekkor lehet az énség rétegétől szép lassan megszabadulni. Most ezt a tréfás megközelítést félretéve, az az egyetlen egy kérdés, hogy hol az elég. Mennyi énség elég? Ebből is van túl kevés és túl sok. Hát például a megkülönböztető képesség, lásd, választás, az az énségnek az egyik kiemelt funkciója. Ha megnézel egy gyereket, akkor abban még ilyen kis pólyás, meg totyogó korában ez a választás még nem működik megfelelően, ezért a felnőtt megtanítja, hogy Lacika, azt a kakis alufóliát nem esszük meg. Bizony. Viszont a nagyon finom bébi ételt, ami neked nem ízlik, mert nem édes, azt megesszük mindegy, hogy nagymama mennyi csokit adott neked, nem, ezt a bébi ételt fogod megenni, és a megkülönböztető bölcsességet nagyjából így gyakoroljuk szépen, ahogy az idő halad. Hogy mi a helyes, mi a helytelen, mi a boldogító, mi a boldogtalanító, és a többi. Na, ez a megkülönböztető képesség, ez eszenciálisan emberi tulajdonság, és amikor elérkezünk oda, hogy én és a másik ember azonos vagy különböző, akkor erre nincs egyszerű válasz. Tehát mi az, amiben mondjuk hasonlóak vagyunk, mi az, amiben azonosak vagyunk, és mi az, amiben radikálisan különbözünk? Ezt nem mondom el, ez, ez házi feladat, mindenki szépen kutassa ki. Én és a másik ember azonos vagy különböző? És elárulom, ha azt mondod, azonos, hiba. Ha azt mondod, különböző, az is hiba. Tessék megnézni ezt a kérdést mélyen. Miért? Hogyha ez a választó megkülönböztető funkció nem működik, nem éljük túl a létezést, mert az orvosság helyett a mérget vesszük be. Ugye? Ha viszont túlműködik, akkor a választásaim, a megkülönböztetéseim abszolút értékűek lesznek, tehát ítéletet alkotok. Te jó vagy, te rossz vagy. Egy hatalmi helyzetben azt jelenti, hogy a jót, amit én annak gondolok, az túlél, a rossz pedig megsemmisül. Tehát az ítéletalkotástól ments meg Uram minket, a mindennapi egészséges megkülönböztetéseinket azt el tőlünk. Tehát van egy olyan funkció, amikor a középúton tiszta tudattal szépen tudunk működni, világosan. Például, hogy a fal nagyrészt sárga, a menyezet fehér. De ettől a menyezet nem lett magasabb rendű, mint a fal. Oké? Okay? ezt kéne jól látni, és akkor helyesen tudunk választani és megkülönböztetni, nem pedig projektálni és ítéletet alkotni. Köszönöm. Még az utolsó kérdésem a hogy a félelmeket hogyan lehet leküzdeni, vagy... Elemet kell venni. Tehát, hogyha fél elemed van, akkor kell még elemet venni, és akkor egész lesz. Ez azért érdekes, és nem szeretek itt nyelvészkedni, főleg ez a spiri nyelvészkedés, ez a halálom, de itt most egy picit főhasználjuk, és ez azért jó, mert hogyha valaki nincs elemében, tehát nem birtokolja a karmáját, nem önmaga, akkor fél. Mert fél elemében van, valamit nem lát magában. Ez a nem látás, nem átlátottság, ez az akadály. Az akadálya tudatban az a félelem. A kényelmetlen a falatban, az mindig a csomó a palacsinta És a csomó ugyanabból van, mint a palacsinta a többi része, csak a csomó nincs eldolgozva, ugye praktikusan a lábas oldalán. Nem kevertük meg rendesen. Tehát, ha átlátott a tudat, nincs benne akadály. Ha nincs benne akadály, nincs benne félelem. Az énség meghaladása nélkül, Szaszkitú Prajnápára mitá, újabb szakszó, nem lehet a meghaladó bölcsességet elérni, nem lehet az akadályokra rálátni, mert köztük vagyunk. Nincs egy rálátás. Nincs egy kiemelkedés-meghaladás. És akkor az akadályokat azokat egymásra halmozzuk, ahelyett, hogy meghaladnánk és megszüntetnénk őket. Ez az akadály mind a saját önképünkből származik, saját helytelen megkülönböztetéseinkből származik. Tehát az akadálytól mentes tudatban nincs félelem, és a meghaladó bölcsesség újra az elemünkbe, az igazi önvalónkba hoz minket. Félsz, gyakorolj, és a legelső gyakorlat, hogy nézz szembe a félelmeddel. Ne menekülj előle, és ne is add ki agresszióként, vagy meg harakként a félelmedet. Tehát ha ütsz, hiba. Ha futsz, az is hiba. Úgyhogy ha szembenézel a félelemmel, előbb-utóbb te erősebb leszel, elemedben leszel, és a félelem eltűnik. Miért? Önmagától nem létezik. Ha úgy érzed, gondolod, hogy önmagától létezik tőled függetlenül, akkor a saját teremtésedet, hogy hogy teremtetted azt a félelmet, azt nem látod. Hogy teremtetted az akadályt saját magadnak? Mi az a helytelen önkép, téves nézet, rosszul gyakorolt érzelem, helytelen beszéd, amivel ezt az egészet teremtettem? Általában akkor szoktunk félni, amikor leválunk a valóságról, egy belső vagy külső valóságról. Lekésem a vonatot, félek nem mondok igazat. Lehet, hogy nem szándékosan, de leváltam a valóságról, valahol menteni akartam magamat, vagy másokat, nem mondtam igazat. Félek. Ott, ahol az integritás sérül, ott a félelem megjelenik, mert van egy akadály, ami éket ver közém és a világ közé, közém és a másik ember közé, a beszédem és a tetteim közé. Ez az akadály, ez az ék, ez a félelemnek az oka és ezt kiszedtem, akkor nincs mitől vagy kitől félni. Jó? Köszönöm. Szívesen. Utolsó két kérdés. Gyakorlati kérdésem lenne a leborulással kapcsolatban. Igazából mire jó pontosan, hogy működik, és mennyit és hogyan? Pro... Elég ennyi, ho-ho, <síthat> ez az egész esti instrukció. Kérem szépen a leborulást gyakorlatiasan szólva, megmutatható, de ebben a szerelésben nem tudom megmutatni. El lehet jönni hozzánk, és meg lehet tanulni. De miért tanuljuk meg? A karmánk olyan, mint az elképesztő vastag jégréteg, ami a jégkorszakban még így több kilométer volt. A leborulás megtöri ezt a jeget. A legkeményebb ragaszkodásaink, a legdurvább téves nézeteink, ezek mind a leborulás által törhetők. Miért? Mert a mozdulatban, a test, a lélek és a tudatosság mind ugyanazt csinálja. Tehát a Buddhát, az igazi önvalónkat, annak a szimbólumát, azt emeljük magunk fölé, a duális elme fölé. És amikor ezt megtesszük, akkor minden más elkezd háttérbe szorulni, és ekkor az ember a karmáját nagyon másképp látja, elkezd tőle megszabadulni. Ez az, ami kívülről látszik. És ami valójában még belül történik, azt tudjuk, hogy az az információ, amit mi énélménynek, vagy karmának mondunk, az a csakrákban halmozódik föl. Nagy részt itt a gondolat, itt a beszéd, itt az érzelem, lejjebb menve, még egyebek, elfolytott félelmek, hasnyálmirigy környéke, a center, a tantien, ugye, ahol csak energia van, attól lejjebb az a fizikai differenciálódás, nemzet nemzetszaporulatban jelentkezik, ugye? Hát ezek a csakrák mind információt és energiát hordoznak, és a karmák nagy része itt halmozódik föl. És amikor a leborulást végezzük, akkor beindul egy olyan energiaáramlás, ami ezt elkezdi kitisztítani. És a tisztítás közben egy csomó olyan törmelék, rálátás és élmény jelenik meg, hogy az ember nem is gondol, hogy a pszichofizikumában benne van, de ott van szépen a tudatküszöb alatt, és meg is határozza, ott nyomja a tudatküszöb alul az összes döntését valamilyen irányba. A leborulás tehát így a karmának a mély tisztítás, ez a magas nyomású mosó. Nem fog kefével a fugát szépen a fürdőszobában. A legvastagabb sárréteget a legmagasabb nyomású mosóval. Az éneklés pedig olyan, mint a jéghegyeknek szépen az elolvasztása az óceánban, amely most sajnos túl gyorsan megy, és az ülés pedig, a meditációs ülés olyan, mint az elpárolgott víznek a felhőként való elfúvása. Ezt azért mondom, mert nagyon sok nyugati a meditációt ülve kezdi, és úgy érzi, hogy nem megy meg lassan megy, meg nagyon furcsa, meg elalszik, meg ilyenek, nincs megfelelő energiállapotban, alacsony energiaszinten van. És ezért érdemes leborulást, éneklést és ülőmeditációt egymás után gyakorolni, akár közvetlen egymás után. És ekkor megmutatkozik a tan eredeti működése, mert a hagyományt a módszer szerint gyakoroljuk. Tehát azok az önszerzetesek, akik ilyen giznya vékonyan 20-30 évet ülnek az enteremben, azok 5-10 évet előtte leborultak és énekeltek, és utána mentek föl, amikor már nagy része a cuccnak lement. Különben horror horrorfilmet nézzünk, vagy ilyen vágykiteljesítő mozikat gyártunk, és erre semmi szükség. Elárulom, hogy amikor a meditáció haladott állapotban van, semmi nem történik. De valójában minden, ami kell, az jelen van. tiszta tér, tiszta tudat, egyetlen pillanat. Más nem is nagyon kell. Tehát amíg itt mozizunk, amíg nézzük a kis sorozatainkat belül, a drámát, a tragédiát, a vígjátékot, addig még van egy csomó minden, amit a karmából szépen le kell hántanunk magunkról, mert kényszerűen ragaszkodunk ezekhez. Honnan veszed észre, hogy jól csinálod? Hogy a test elfárad, és a lélek felfrissül. Általában fordítottját szoktuk ezeken a ilyen kis spiri hétvégéken elérni. Nagyon relaxált testtel érünk vissza, de annyi gondolat és annyi érzelem van, hogy totál elfáradunk lelkileg. Az en fordítva van. Testileg elfáradsz, lelkileg felfrissülsz, mert a tudatszinted emelkedik. És a tudatszinted az az energiaszinteddel együtt emelkedik. Nem ritka, hogy egy elvonuláson mondjuk 6-800 leborulást is megcsináljon valaki. És ennek megvan a szellemi hozadéka. Úgyhogy ez szépen fölépítve, és itt kell a tanító, hogy ne csináljunk hülyeséget, a tanító instrukcióit követve ezt lehet végezni. És akkor van eredmény. Jó? Szungszáns zenmester éveken keresztül napi ezer leborulást csinált meg. Hát volt is foganatja. Egyéb kérdés? Arról nincsen információ, hogy a 90 napos elvonulásnál ott azt jelenti, hogy teljesen a technológiától teljesen elzárkózunk, és hogy... A visszavonulók minden... igen, a fenntartók nem. Tehát én a 90 nap alatt is használok digitális mm -hmm. eszközöket, azok az elvonulók, akik ezért fizetnek, hogy ott legyenek, uh -huh. azok nem. Szóval ők akkor úgy kell készülni, vagy úgy kell felkészülni erre, hogy teljesen akkor ki kell zárni mindent. Így. És hogyha uh -huh. valaki nem tudná megállni, le lehet adni nálunk zárt borítékban uh -huh. a szépben a cuccot, és az ott megvárja az elvonulás végét. Van, aki nem tudja megállni, de komolyan, tehát olyan digitális függés van, hogy hihetetlen. És ezzel, hölgyeim és uraim, együtt kell élni az elménk, ilyen kis kütyű kiterjesztésével érzi jól magát. Ezzé tettük a világot. Tehát itt elmentem, és a legkülönbözőbb jövedelmi viszonyú emberek, a legkülönbözőbb öltözetben, testalkattal és járással mind képernyőbe meredve mentek el mellettem. Enélkül nem fog ez a társadalom élni. Tehát meg kell tanulnunk helyesen használni, és a legelső az, hogy nem az használ minket. Amikor szükség van rá, használom, nincs szükség rá, elteszem. Ez amennyire egyszerű, annyira nehéz. Ezt egy mostani tininek megtanítani, vért izzadunk vele. De meg kell tudni csinálni, mert ha nem, az elme, mint, a, mint egy ilyen híglöty koncentrációra képtelen lesz, és eldobható ismeretekkel teszi tele magát nem tud figyelni, nincs probléma megoldó gondolkodása, nem tud jelen lenni, nem tud kapcsolódni, egy virtuális rétegben elvész, és vége van. Tehát külön ébresztő órákat tudunk ezeket a kis ketyegő kis kínai vackokat kiosztani annak, de hát az ébresztő órára szükség van. Igen, de a messengerre nincs, és SMS-re sincs és hogyha a SIM nem tudod leadni, akkor világos, hogy még a wi n szépen ezeket te forgalmazod. Mert megtudtad a jelszót a konyhában. Hihetetlen. Komolyan, mint a dzsungelban az állatok a túlélését, a legapróbb kis részben vizet talál, hogy online, kész. Hihetetlen. De ezzel kell együtt élnünk. És hogyha ezt az ember belátja, akkor beteszi az eszköz borítékba, egy meghajlással tudomásul vesz, hogy igen, ő most ketyegős ébresztőórát kapott, vagy hoz magának uram, urambocsá egyet a bódból, na nem megvesszük neked, semmi gond. És akkor leadta a raptartóját, a digitális raptartóját. Ennyi. Amiatt tettem felem úgy a kérdést, mert hogy így felelősség szinte, hogy én próbálok tudatosan, hogy ne én, engem használjon az eszköz, hanem én az eszköz, csak hogy a munkából adódóan, Viszont akkor, úgy, akkor te sem szóval ez csak nem kifogás. Dolgozol. Uh -huh, jó. Hát a munkádból fakadóan a meditációban te ezt nem teszed, és ezért sincs online meditáció. Tehát volt egy időszak, amikor ugye nem találkozhatott ember az emberrel olyan könnyedén pár éve. És akkor mit csináltunk? Azt csináltuk, hogy hát rövidebb foglalkozásaink voltak. Betartottuk a szabályokat, és ellenálltam a kísértésnek, hogy online meditáció legyen. Nem lett. Miért? Mert ez egy ilyen régi stílusú mesterség, mint a kézzel készült kültős kalács. Tehát, hogy egy térben, egy időben, közösen. Ez a meditáció. Az összes többi, hogy itt több ezer kilométerre vagyunk egymást, és egy képernyőn nézzük egymásnak a térdét, meg a vállát, meg, eh. Lehet ezt már úgy, hogy valakik együtt meditáltak is idéglenesen, de az igazit, ezt az old schoolt, ezt az egyszerűt, hogy egy térben, egy időben közösen, ezt nem helyettesíti semmi. Oké. Okay? Nagyszerű. Na kiben van még bármi, ami mocoroghat, ha van, megválaszolom, ha nem, akkor nagyon illedelmesen elköszönök. Az én kérdésem az lenne, hogy a életünk során felmerülő jelentősebb emberi kapcsolatok, találkozások, történések mennyire tulajdoníthatóak a véletlennek? Semennyire. Semennyire. De nem úgy történnek a dolgok, hogy ezt az intellektus elgondolja. Tehát minden az ok és okozat működésének az eredménye. De nagyrészt a tudattalan működésének a kivetülése a térbe. Tehát 5%-nyi tudatos személyiségünk van, 95%-nyi tudattalan. Melyik lesz az erősebb? Tehát azért, amikor zen gyakorlunk, semmiféle tudatos személyiségprogramozás, tudatos rendszerszerű gondolkodás nincs, hanem a gyakorlatot, mint mantra vagy kérdés, lepakoljuk a tudatküszöb alá. Ott van dolga, süt, főz, takarít. Ezért kell eredménytelen meditációt folytatnunk, mert hogyha a tudatos személyiségben egy újabb önképet, egy zen önképet hozzunk létre, azzal nem segítettünk senkin, sőt, még gátoltuk a folyamatokat is. Legyünk természetesek, éljünk tiszta tudattal, és minden nap egy kis gyakorlatot pakoljunk le a tudatküszöb alá. És ekkor elkezd az úgynevezett természetes szinkronicitás beállni. Nem érezzük azt, hogy rossz helyen, rossz időben vagyunk. Nem érezzük azt, hogy épp most olyan emberekkel találkoztunk, akiket nem bírunk ki. Hogyha az a kapcsolati karmánk, hogy ma ezt az estét másfél óra erejéig itt töltsük, akkor ez a közös döntésünkből következett. Ez nem szerencsés vagy szerencsétlen? Ezt hoztuk létre. Na most ez hány tudatos döntést foglal magában. Meglátod a Youtube-ot, meglátod a netet, meglátod a felhívást, regisztrálsz, beülsz, eljössz. Ez 5-6. Addig mennyi volt, amiről nem tudtál, hogy épp oda Sokkal több. Ezért kell ezeknek a döntéseknek az irányát megtartani. Ehhez egy rendkívül tiszta tudat kell. Tehát nincs szerencse és nincs szerencsétlenség. Átlátatlan karma van. És amennyiben átlátom, annyiban tudom helyesen irányítani, hogy ne csak nekem legyen jó, hanem lehetőleg másoknak is. Hölgyeim és Uraim, remélem, hogy mindannyian a felébredés útján haladunk, mely által fejlődhetünk, segíthetünk másokon és magunkon egyaránt. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönöm a figyelmet.